Az elmúlt szezonban újoncként a 6. helyen végzett az NB3 keleti csoportjában a Sényői futballcsapat. A várakozáson felülinek mondható szereplést követően a játékosok pihenőt kaptak azzal, hogy megfelelő állapotban jelenjenek meg az új szezon első edzésén. Az elmúlt hét közepétől a hátsó füves edzőpályán készül a bajnokságra a Sényői együttes. Múlt hét csütörtökön kezdtük hivatalosan a felkészülést, de előtte már fiúk egy 10 napos utóprogramot hajtottak végre. A múlt héten csütörtök pénteken volt edzés, szombaton egymás közötti játék, holnap egy edzőmérkőzést játszunk az Ibránya, szombaton a Geszteljel játszunk edzőmérkőzést, jövő csütörtökön Kazincbarcikába látogatunk, szombaton Tiszaújvárosba, az következő héten pedig szerda, szombat, vasárnap ritmusban játszunk edzőmérkőzést, szerdán DVSC2-vel, szombaton Fejegyalmattal és vasárnap a főpróba Mándok. A szakmai stábban nem történt változás, Imrő László továbbra is Fiumei Viktorral együtt irányítja a csapatot. Már valamivel rutinisabbnak mondhatjuk magunkat, egy évvel a hátunk mögött. Ugye egy újonc csapat életében egyébként is mindig az első év, ugye azt mondják, hogy az megy lendületből, aztán a második év szokott nehezebb lenni. Hát ugye a csapat is, mi is már megszoktuk az NB3-as légkört, jobban megismertük mi is a csapatokat, aztán ugye ez nekünk is lehet hátrány, mert minket is jobban megismertek a bajnokságban lévő csapatok, de majd meglátjuk. Ruska Tamás, Prakonkám Ádám, Lakatos Bence, Lukács Bence és Szabó Zoltán távozott a tavalyi keretből. Érkezési oldalon a legutóbb Cigánban szereplő Gazsi Tamás, a korábban a Nyírbátort erősítő Boros Dávid és a Diózsér színeiben az NB1-ben is bemutatkozó Varga József nevét lehet említeni. Játszottunk az NB3-mal egymás ellen, a közeg, a szurkolók, nem volt más választás, ez nagyon jó esett, hogy bekerestek engem egyből a meccs után. A Sényű augusztus 4-én hazai pályán a Debrecen második csapat ellen kezdi a bajnokságot. Az elmúlt évekhez hasonlóan két tavaszi fordulót előrehoznak erre az évre, így az NB3-as csapatok számára december 1-én zárul az idei futballszezon.